A szombati helyi termékbemutatót a tiszamenti fúvósok koncertje nyitotta meg. Ez egy szinte hobbi, vagy pedig szeretné visszahozni a sorsát. Borzsos Irén kecskesajt készítéssel foglalkozik már 10 éve. Termékei többféle ízben kaphatóak és igen népszerűek. Én úgy kezdtem el, hogy én lebetegedtem, és akkor én arról kell nekem azt javasolták, hogy kecskét vegyünk, próbáljam a kecskesajtot, vagy kecske termékeket csinálni. És akkor attól fogva én azt iszom, én nekem segített. Úgyhogy nagyon sokan hordják tőlem a kecsketejet, a sajtot, meg minden terméket. Törtei Gábor fűrtojások értékesítésével érdemelte ki a vajdasági helyi termékelismerést. A fűrtojásban koncentráltan vannak azok az anyagok, ásványanyagok és vitaminok, mint a tyúktojásban. Tehát átlagosan úgy szokták mondani, hogy 5-ször több van egy fűrtojásban, mint egy tyúktojásban. És kúraszerűen használják egészségmegőrzés szempontjából, mert immunrendszer erősítő hatása van, hogyha egy kúrát végigcsinál az ember naponta 5 tojást meg kell inni nyersen. A körút célja, hogy a vajdasági helyi termék címmel rendelkező termelőket népszerűsítsék. Fontos, hogy az emberek megismerjék ezeket a kézműves árukat. Ez egy önfoglalkoztató program. Az önfoglalkoztató program keretében ez a legolcsóbb az, hogy valakivel árbevételt tudjunk képeztetni, és gyakorlatilag a háztartásába, a család költségvetésébe ezekkel a bevételekkel segíteni tudjon. Ugye a kézműveseknek megoldottuk azt, hogy most már a Vatebeten keresztül legálisan tudja értékesíteni a terméket, úgyhogy turisztikai termékként is tudjuk ezeket ajánlani, ezeket a termékeket. Zentán összesen 16 termelő mutatta be portékáját. A vajdasági roadshow következő állomása Topolya lesz vasárnap.